lejárt szavatosságú vádakat, sokszor cáfolt tárgyi tévedéseket és már megoldott jogvitákat sorol a Human Rights Watch abban a közleményben, abban a jelentésben, amelyet a kormány visszautasít, hiszen olyan vádakat olvashatunk ott, amiről már a kimondásuk pillanatában lehet tudni, hogy nem felel meg a valóságnak. Ezt egyébként sokatszorra folytatjuk le ezeket a vitákat az ország védelme érdekében. Ebben a mostani jelentésben, mint egyfajta felmelegített vádiratban az eddigi összes olyan ügyet szerepeltetik, ami vélt vagy valós sérelme a nemzetközi civil szervezeteknek. Ezekben az ügyekben például olyan állítások, olyan vádok fogalmazódnak meg, amit már időközben az Alkotmánybíróság egyhangú határozattal elutasított, hogy csak egyet mondjak például a fogyatékos személyek választójogával kapcsolatos kérdést, ezt az Alkotmánybíróság egyhangú határozattal utasította már el az ilyen beadványt, vagy például a civil szervezetek és a kormány viszonyát úgy állítják be, mint hogyha Magyarországon csak az a 63 szervezet, civil szervezet létezne, akik ellen pénzügyi visszaélések miatt folyt vizsgálat. Magyarországon több mint 60 ezer civil szervezet működik, ezek közül több ezer civil szervezet kap állami támogatást, tehát Magyarországon virágzik a civil szervezetek világa, a civil társadalom. Az ilyen állítások, ilyen vádaskodások azt a szervezetet járatják le, akik ezt a régi lemezt újból fölteszik. Lemezt kellene már cserélni a lemezjátszóban, mert ezeket a vádakat senki nem veszi komolyan.